Köszöntöm Önöket a mai víkend első részében, a táncház mozgalomról lesz szó, és hogy ne csak beszéljünk erről a csodáról, íme a Szikes zenekar. Tudnék táncolni, hát én is roptam volna a táncot, de van itt, aki majd ezt is helyettesíti, hiszen itt van a Nyírség Tánc Együttes három kiváló táncosa, ugyan Attila, Éder, Róbert és Bohács Brigitta, és hát ne feledjük, amit már a műsor elején említettünk, hogy a Szikes zenekart láthatták, és hallják majd még itt a víkendben. Sziasztok közben, srácok! Nos, hát ahogy a műsor elején beharangoztam a nézőknek is, a táncház mozgalomról lesz szó. Attila, alapozzuk meg azért a dolgokat. Mikor is indult el ez a mozgalom? Hát ez a 70-es években indult igazából a táncház mozgalom. Van ennek pontos dátuma is igazából az első nagy budapesti táncháznak. Ez 1972. május 6-án volt, jó régen már. De nagy előzményei is voltak ennek, mert igazából ez már az a korszak volt, amikor már úgy érezték, hát elsősorban egyébként budapesti városi fiatalokról van itt szó, szóval ők úgy érezték már, hogy a magyar néptáncoknak az az igazi formája, hogyha kötetlenül a maga valójában megjelenik ott egy táncházban, kötetlenül táncolnak a táncosok a zenekar muzsikájára, mert hogy korábban ugye, ami ennek az előzményei voltak, azok mind nagyon, nagyon szimpadiasított formák voltak, még egészen a 30-as, 40-es éveknek a gyöngyös bokrétájától elindulva, a Magyar Állami Népi Együttes megalakulása, stb. Ezek olyan dolgok voltak a 30-as, 40-es, 50-es, 60-as években röpőpával mozgalom, hogy ezek mind ilyen szimpadiasított formái voltak, és nagyon vágyott már az akkori városi közeg, vagy a fiatalság, hogy
hogy ezt egy sokkal kötettenebb formában is létrejön, és volt négy nagy budapesti táncegyüttes, akik összefogtak és szerveztek egy nagy táncházat. És akkor ugye ez Sebő Ferenc, illetve Halmos Béla voltak ennek a nagy fejé, akik ezt ott létrehozták, elindították az első nagy táncházat, aztán ebből egyre több lett, elkerült vidéki nagyvárosokba is, és hát kialakult ebből a táncház mozgalom. Aztán egy idő után azért csendesedett a dolog, de most én úgy érzem és úgy látom, hogy újabb aranykorát éli ez a mozgalom, egyre több helyen látom azt, hogy itt is táncházat szerveznek, ott is táncházat szerveznek, a fiatalok pedig nyitottak erre, most is, nem csak a 70-es években. Meséljetek arról, akár mondjuk te, Robi, hogy te hogyan látod ezt a helyzetet, hiszen te táncos berkekben nőttél fel, körülötted gondolom mindenki ropja a táncot, neked azért másabb, mint egy laikusnak, de ti hogyan élitek meg? Tényleg van akkora mozgalom, akkora erő, mint mondjuk 40 évvel ezelőtt volt? Abszolút van olyan mozgalom, és igazából én is azt, hogy találkoztam a néptánccal, egy táncháznak köszönhetem. No. Mikor gyerekkoromban éppenséggel véletlenszerűen bekerültem egy táncházba, és annyira megtetszett igazából, hogy rabja lettem, és azóta űzöm, folytatom, csinálom, és nyilván ez is lett a szakmám ezek után. Én nyáron voltam a Téka táborban, ugye Nagykáló harangod, itt a fehér-fekete díszletben látszik is a csűr, azért felsejlik itt is ez a motívum. Ott például hihetetlen táncházak, hihetetlen esték szoktak lenni. Vannak azért olyan helyek, vagy olyan találkozások, amikor ti is együtt tudjátok ropni a néptánc szerelmeseivel itt a... Igen, igen, ugye nekem is eddigi tapasztalataim a táncház mozgalomban elmondható, hogy szinte csak pozitívak. Néhány évvel ezelőtt párommal, Robival kértek meg minket egy kisebb településen, hogy viszonylag rendszeres alkalmanként járjunk ki táncházat tartani, és személyes tapasztalatomként elmondhatom, hogy rettentő nagy közösségformáló ereje van, hiszen ez az egész egy családi rendezvényként indult, és mint említettem, kisebb településen indult ez az esemény, és egészen Nyíregyháza és nagyobb városokból eljutottunk 3 év után ahhoz, hogy nagyobb városokból is erre a kisebb településekre jönnek az emberek, és velünk együtt közösen táncolnak. Na de azért vannak két ballábasak is, vagy akik mondjuk nem annyira jártasak így a néptánc terén, mint például én. Tehát azért én félve mennék be egy ilyen táncházba. Hogyan működik ez a dolog? Tehát a kivitelezés mond, hogyha én most erőt gyűjtök, és azt mondom, hogy elmegyek, akkor én ott megfőttem? Vagy hogy? Ugye ennek a dolognak az ereje ugyanaz, ami 40 akárhány évvel ezelőtt volt a kezdetekkor. Tehát ez egy nagyon értékes dolog, és valóban úgy van, hogy akkor is, már a kezdeteknél is úgy volt, hogy volt egy valóban táncosokból álló közeg, aki szervezett egy táncházat. Ez a mai napig is nagyjából így működik, csak nem az összes táncházban. Kell egy közösség, aki az éppen az aktuális település táncosaiból áll tulajdonképpen, hogy ők azok, akik az ereje ennek az egésznek, ők szervezik ezt az egészet, vagy éppen egy zenekar, aki ugye maguk köré. De azok, akik bejönnek a táncházba, és ez akkor is úgy volt, mondom, 40 éve és ma is, hogy megvolt a mag, aki a táncosok, és azokhoz érkeztek olyan emberek, akik vágytak arra, akik keresték ezt a szórakozási formát. Mert ugye ma már azt mondjuk, hogy sokkal nagyon széles, teljesen más irányba mentek a szórakozási formák, de én akkor is állítom, hogy ez az egyik olyan, talán a legjobb ilyen szórakozási forma, mert hogy itt nem csak maga a cél okoz örömet, hanem az oda vezető út is örömet okoz. Ó, micsoda szép szavak. Én elkérem Robitól vagy Gitától a mikrofont, mert én átlibbennék a zenekarhoz, hiszen a táncosokat már meghallgattuk, de vajon a Szikes zenekar egyik képviselője, Mr. Bőgő alias Bíró István, hogyan látja vajon ezt a dolgot? Ti mit tapasztaltok amúgy? Tényleg újabb aranykorát éli ez a táncház mozgalom? Engedd meg, hogy csatlakozzak Attilához, aki azt mondta, hogy egy-egy zenekar is lehet ennek a szervezője. Itt Nyíregyházán éppen ez az eset áll fönn. A Szikes zenekar magára vállalta, hogy a város, sőt, kicsit tovább is mennék, a megye egyetlen állandó táncházát havi rendszerességgel megszervezi, és meg is rendezi, illetve mint zenekar közre is működik. És ez valóban így van.
immáron talán 4-5 éve, hogy minden hónap utolsó szerdáján este 8 órától összegyűlik a város apraja nagyja, és egy picit közösen mulatunk. Akkor november 30-án húztátok, decemberben, januárban várható akkor a következő ilyen esemény. Így van, pontosan, bár azt hozzá kell tennem, hogy a decemberi alkalom éppen egy kivétel lesz, ugyanis ugye a karácsony időszaka jön, és akkor egy picit kiürül a város, éppen emiatt egy 2 hetes időintervallummal előrébb hozzuk ezt a rendezvényt, és a december 2. szerdájára fogjuk áthelyezni. Akkor ezt december közepén fogják látni, hallani önöket a Városmajori Művelődési Házban, úgyhogy abszolút megtapasztalható, hogy mit kínáltok. Például most újra, és arra kérem akkor a táncosokat, hogy ha már én nem tudok táncolni, akkor ti mutassátok meg, hogy mit tudtok, és akkor táncház itt a Weekendben. És Bohács Brigitta táncolt nekünk, és a Szikes zenekar húzta, a beszélgetés meg folytatódik tovább, két fiatallal kiegészülve, hiszen itt van mellettünk Demarcsek Dániel és Szűcs Nóra, sziasztok, ti is kaptok majd egy-egy mikrofont készhez. Nektek mennyire tetszik ez az életérzés, hiszen itt tényleg zsizseg az egész megye, hála a jó égnek. Ti hogyan érzitek, tapasztaljátok? Természetesen nekünk nagyon tetszik. Nem véletlenül vagyunk mi is népviseletben, mi is fogunk táncolni hamarosan.
ebben nevelkedtünk föl, ez az életünk, én ezt választottam én is szakmámnak. A jelenleg... Marcek név azért kötelez. Úgy, hát szokták mondani. Egyébként nem minden esetben a bátyám és a nővérem is tud táncolni, de ők egyébként nem néptánccal szeretnének foglalkozni, de rám, teljes mértékben rám ragadt, és akkor én folytatom ezt a fajta tevékenységet. Nóra, te sokat jársz táncházba? Milyen élményeid vannak? Hát amennyit időm engedi, azért igen részt veszek ilyen jellegű rendezvényeken, és hát szerintem nagyon fontos, hogy a mai világban is megtartsuk ezt, hiszen sokkal mélyebb kapcsolatok kötetnek mondjuk ilyen alkalmakon, mint a mai szórakozó helyeken. És hát annak idején mik történhettek a szénakazalban, most meg a táncházat biztosító intézmények mellett azért, hiszen azért ezek a helyek most is alkotnak barátságokat, kapcsolatokat, szoros köteléket, ugye mesélték Gitáik is, hogy mennyire jó kis csapatok szoktak így összeverbuválódni, hogyha már stílusos akarok lenni. Te mit tapasztalsz, amúgy fogékonyak a mostani fiatalok, vagy akár idősebbek? Szerintem igen, ez ma is így van. Sokféle formája létezik ma már. Tehát amikor elindult ez az egész táncházmozgalom, akkor még nem is tudom, tehát elképzelések természetesen voltak erről, de az, hogy majd ide fejlődik, ide alakul, hogy egyáltalán ezek szakmák, mesterségek kialakulnak ebből, tehát hogy lesznek kimondottan népzenészek, kimondottan néptáncosok, népdalosok, népdalénekesek, ez lemegy majd egészen az oktatás szintjére, hogy ezt fogják iskolában tanítani, hogy a Táncművészeti Főiskola fog néptánc oktatókat képezni, hogy nem tudom, hogy ez akkor volt-e az elképzelések között, de hát rengeteg dolog köszönhető ennek az egésznek. A majdnem mindenütt alakul, és nem csak Magyarországon egyébként, mindenütt alakultak táncegyüttesek. Ma már ott tartunk, hogy a világban mindenütt, ahol egy nagyobb közösség van, Amerikától Japánig, mindenütt van magyar táncegyüttes, vagy muzsikál magyar népzenekar. Szóval, hogy itt az itteni rendezvények, és ugye indult egy táncház találkozó, ugye nem sokkal utána, és most 30-valahanyadik táncház találkozónál tartunk éppen, és az óriási nagy rendezvény, de ebből alakultak ki a, nem tudom, a néptáncos nagy rendezvények, a minősítő fesztivál, a szóló tánc verseny, stb. És akkor itt ragadjunk le gyorsan, mert a minősítő szónál muszáj egy kicsikét leragadni. Mesélj a jó hírekről. Hát valóban jó hírre is szolgáltunk, hiszen a Nyírség Táncegyüttes is 2 héttel ezelőtt részt vett egy ilyen minősítő fesztiválon, amiről az előbb szó volt, és a 142 ponttal kiválóan minősült együttes lett újra a Nyírség Táncegyüttes, úgyhogy, és akkor is szintén ugye a Szikerzenek a muzsikájára táncoltunk, úgyhogy nagyon köszönjük ezt nekik is, és most már befejeződött ez a minősítés, ez egy 2 évenkénti, mindig 2 évenként össze van ez a minősítés, és akkor most sikerült ezt ilyen szépen behúznunk, és még van nagy esemény előttünk is. Az országos versenyre gondolsz, hiszen majd ahol... a fiatalok. Meséljetek, hogy mivel készültek, mikor lesz ez a megmérettetés? Ez pontosan jövő hét vasárnap lesz Jászberényben, és 3 tánccal kell készülni, van 2 kötelező, mi a Gyöltelekét fogjuk táncolni, és amellett pedig... Nóra segítségét kérjük, mert elgondolkodtál, igen, vagy igen, tudod? Igen, nem tudtam, melyiket mondjam először. Tehát van egy szabadon választott táncunk, az a Vitnyédi, és emellett pedig egyszerűen nem jut eszembe, magyar szenvedetek itt kell táncolnunk még, és mind a három teljesen különböző táncdialektusból van. Direkt úgy választottuk ki a harmadikat, hogy az egy teljesen más legyen, mint az első 2 kötelező tánc. Izgultok, Nóra? Hát mindenképpen igen, mert együtt legalábbis még felnőtt megmérettetésen nem vettünk részt. Csak ti indultok a Nyírségből, vagy vannak mások is, akik elindulnak erre a versenyre? Nem, az imént látott pár is fog indulni ezen a versenyen, és van még egy táncos pár a Nyírségből, és ők is elindulnak, Talián Mák és Szegvári Laura. Ilyenkor ti nevezitek be őket, vagy azt mondják esetleg a fiatalok, hogy figyelj Attila, én most megpróbálom ezt. Hát igen, nem olyan egyszerű dolog ez, mert emögött azért van egy 6-8-10 év munka egy persze ilyen szólótánc versenyen való indulásban.
Igen, szóval, hogy ez az évek alatt, tehát ez nem egyik perc a másikra alakul, hanem ez évek alatt mindenkinek, akit most itt a szótánc versenyen nevez a nyírségtáncért, és ők maguk a nyírségtáncért és nevében beneveznek ide, ők már azért jó néhány ilyen versenyen túl vannak. Ez létezik a gyerekmezőnyben is, az ifjúsági korosztályban, illetve a felnőtteknél is, mert itt rutinos versenyzőkről van szó, akik már fiatalabb korukban is érettek voltak arra, hogy szólóban színpadon bemutatkozzanak, és most pedig a felnőtt korba érve, most a felnőtt mezőnyben is megmérettetnek. Még egyszer, mikor, hol lesz ez a verseny? Jászberényben lesz az elődöntője, és aztán január 15-én, ha jól emlékszem, pedig Békés Csabán van a döntő, és ez megint csak visszautalva a mozgalomra. Ez talán az egyik legnagyobb, vagy legnevesebb, vagy nem is tudom, olyan legnagyobb ilyen misztikummal körülő lehet rendezvénye ennek a mozgalomnak, mert hogy itt tényleg igazán a legjobb táncosok vannak ott, és nagyon nehéz sikeresnek lenni ott, ez is két évenként rendezik meg, és ugye itt örökös, tehát itt aranysarkantyús és aranygyöngyös táncos címeket lehet szerezni, és aki háromszor megszerzi, abból lesz örökös aranygyöngyös vagy örökös aranysarkantyús táncos. És ez neked is vannak ezzel kapcsolatosan élményeim? Igen, nekem van egy jó néhány ilyen élményem, és ez tényleg úgy, azt elmondhatjuk, hogy az elmúlt 40 évben még összesen nem vagyunk 100-an, akik 40 év alatt nem vagyunk 100-an, akik örökösök lettek, úgyhogy jó bekerülni egy ilyen közösségbe. Én nem mondó vagyok, hogy Robi meg Gitta után akkor táncoljatok ti is egyet, hogyha már itt van velünk a Szikes zenekar, tegyétek le nyugodtan a mikrofont, és hát tiétek a pálya így a víkend első részének vége felé. Hozzá!